Új időszámítás kezdődött hétfőn a Nyíregyháza Spartakusznál, két év után elköszönt a klub Mátyus János vezetőedzőtől. Helyére az a Weber György érkezett, aki korábban a Pápával és a Mezőkövesdel már feljutott az NB1-be. A Sparinál is ez az elvárás a szakemberrel szemben, aki a szerdai Kozár Michelin elleni kupameccsen még nem ült le a kispadra. Kisvárdán viszont már ő irányítja új csapatát, amellyel pontot szeretne szerezni a várkerti pályán. Kisvárda is valamilyen szinten a feljutást célozta meg. Ott is vannak, igazából 4 pont a különbség, ha jól tudom, és nem szabadna, hogy ez nőjön, de nem döntetlenél megyünk. Tehát már szeretném látni pici jeleit azoknak a dolgoknak, amit majd itt hosszú távon meg szeretnénk honosítani, a csapat alkalmas rá, és nagyon bízom benne, hogy a rangadóhoz méltó játékot fog nyújtani, úgyhogy mindenféleképpen nem mondom, hogy nem bravúr a győzelem, de nem is papírforma, úgyhogy gyakorlatilag most egy a lelkeknek borzasztó jót tenne, mert mindenki elhinné, hogy ez azért hol a helye a csapatnak pozitív értelemben, és hát tényleg nem is merek vereségbe gondolkozni. Nagyon hosszú a bajnokság, de nagyon jó lenne már most faragni ebből a 4 pontos hátrányból. A kisvárdaiak szakmai igazgatója nehéz mérkőzésre számít, mivel a várkerti pályát a héten alaposan igénybe vették az amatőr Európa-bajnoki selejtezők, Révész Attila az ellenfél mellett a körülményekre is igyekszik felkészíteni csapatát. Ebből a meccsből bármi kijöhet. Gondolom, a nyíregyháziak azért össze fogják most kaukat kapni a Puskás elleni vereség után, mi azért most sem vagyunk egy rossz állapotban, és mind a két csapat elsősorban a védekezésért felel, azt tartja szem előtt, hát nem vagyok benne biztos, hogy most egy közönség szórakoztató mérkőzés lesz, ugyanakkor mind a két csapat csak a presztízsért biztos vagyok benne, hogy mindent meg fog tenni a győzelem érdekében, és oda fogja magát tenni 100%-osan, ezért nagy valószínűséggel nagy létszámú szurkoló sereg előtt, néző előtt fog a mérkőzés zajlani, ami jót tehet a meccs színvonalának. A nagyon nagy kérdés még, hogy azért a héten 3 mérkőzést játszanak a pályánkon, hogy milyen állapotban lesz. Az meghatározhatja mind a taktikát, mind pedig a játék minőségét. A Kisvárda Mastergut Nyíregyháza Spartakusz mérkőzés vasárnap 13:30-kor kezdődik, a Kölcsey Televízió nézői pedig hétfőn 21 órától láthatják az összecsapást. A forduló további párosítása a következő: Soroksár Cegléd, Budaörs Balmazújváros, Szeged Zalaegerszeg, Cigánd Vác, Békés Csaba Mosonmagyaróvár, Kozár Michelin Csákvár, Szolnok Grosics Akadémia, Sopron Siófok és Puskás Akadémia Dorog.